Hiánypótló kutatást végeztünk azzal, hogy tanárok és diákok körében is vizsgáltuk az álhírek térhódítását és azt, hogy hogyan lehet ellenük védekezni. A három részből álló kutatásból világosan kiderül, hogy mind a tanárok, mind a diákok komoly problémának látják az álhírek terjedését. Az oktatási rendszer ugyanakkor nem, vagy alig képes foglalkozni ezzel a jelenséggel. Bár a diákok magabiztosan vallják, hogy ki tudják szűrni az álhíreket, a fókuszcsoportos foglalkozásokon ez az önbizalom túlzottnak bizonyult. A diákok elsődleges radarja viszonylag jól működik. Amikor kártyákon kaptak valódi és álhíreket, egész jó arányban meg tudták mondani, hogy melyik melyik. De könnyen elbizonytalanodtak, a valóságtartalom ellenőrzéséhez pedig csak a legegyszerűbb módszereket alkalmazták. Sokat elmond az is, hogy a résztvevők számára ez volt az első alkalom, hogy fókuszáltan azzal kellett foglalkozniuk, hogy ellenőrizzék egy hírhitelességét. Bár néhányan részt vettek már médiaismeret órán, a nagy többségnek egyáltalán nem volt ilyen jellegű képzése, oktatása. A tanári kérdőív kitöltőinek kétharmada szerint a középiskolás korosztály sokkal jobban ki van téve az álhíreknek, mint az idősebbek. Ugyanakkor a mély interjúkból az is kiderül, hogy a diákoknak az antennája sokkal jobban működik az álhírek kiszűrésére. Ezt egyébként több pszichológiai kutatás is alátámasztja. Mégis a diákok sérülékenységét alig ha becsülhetjük túl. Teljes az egyetértés a tanárok közt abban, hogy nagy szükség volna az álhírek felismerésével kapcsolatos készségfejlesztésre, valamint a tudatos, kritikus hírfogyasztás erősítésére. Az álhírekre fókuszáló speciális oktatást a diákok is jó ötletnek tartják. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy ennek mindenképpen a hagyományos oktatási keretektől, formától nagyon eltérő módon kellene megvalósulnia. Ez úgy nem megy, hogy a tanár kiáll és elmondja, mindenképpen a diákoknak interaktív módszerekkel saját maguknak kell megtapasztalni. Tanulmányunk a honlapunkon érhető el, amit a leírásban megtalálnak.